nekem úgy érzem, hogy van egy küldetésem. Ez a küldetésem, ez gyerekkorom óta megvan. Persze erre mondhatja azt bárki, hogy ó, hát sok filmet nézett a pasi, meg hát nekem is van, meg nem, mindenkinek van küldetése. Most már mondhatom, hogy több száz óra anyag filmet készítettem, legalább 20-30 zenei albumot csináltam, meditációs zenéket, sámán doboló zenéket, rengeteg gyermeket nemzettem, rengeteg hát, rockoperákat és zenekarokban, ki mit tudosak voltunk, döntőbe jutottunk. Valahogy mindig, apám mindig megboldogult, apukám mindig azt mondta, hogy fiam, téged a, te burokba születtél, téged az Isten a kezét hordoz, és hogy neked van valami dolgod, fiam. Nem tudom, hogy mi, mert nem nagyon látszik az anyagi síkon az életeden, de én bizonyosan tudom azt, hogy most, az elmúlt években nagyon sok embernek tudtam segíteni. Ha csak egy embernek tudtam segíteni, akkor is boldog vagyok, mivel hogy volt olyan szertartás, ahol akár 3-4 ezer ember is részt vett, és ott lehettem szervezető már a 2000-es években. Rengeteg helyen jártam a világban, Norvégiában, Olaszországban, Svájcban. Belaktam az országot. Rengeteg embert indítottam el a zenélés útján, a dobolásban. Körülbelül 1000 embernek készítettem dobot. És őket közben, amíg együtt készítettük a dobot, segítettem tanácsokkal, gyógyítottam. Sok-sok embert kezeltem. Valahogy így összességében azt mondhatom, és azt hozták nekem mondani, hogyha téged most elszólítana magához az univerzum, akkor nem kell, hogy szégyenkezzél, nem kell magadat exkuzálni, hogy még nem tettél meg, amit csak lehetett. És azért vagyok most ilyen megindult állapotban, mert átérzem az embereknek a szenvedését. És nagyon-nagyon sokat dolgozom magamon azon, hogy fizikailag kibírjam ezt, ami történik. Próbálok humoros lenni, próbálok laza lenni. Az egész lelkem szenved. Attól, ami most történt, vagy történni fog, vagy történik. Jó nehéz helyzetbe hoztál. Hát így a tér a megindító patakod, ami a lelkedből is folyik, mert te kapcsolódsz ezzel a patakkal, ezért téged is megindít. Ezért éreztem, hogy ez az a hely. És ugye lehet, hogy kicsit zúg meg ilyenek, de azt gondolom, hogy az ember lelke meg fogja érezni. Tehát egy kicsit álljunk arrébb, jó? Mit tudnál a hétköznapi embernek mondani, ami a te életedben bevált, és segítséged volt a nehéz időszakban? Hát mindenféleképpen az alkotás. Az alkotás, és hogy megpróbálom a világot úgy szemlélni, hogy nem azért teszek jót valakinek, mert a mennybe majd kapok jutalmat, és nem azért szeretgetek meg valakit, mert
akkor nem kerülök a pokolra, mert akkor inkább kerüljek a pokolra, hanem azért gondolom, hogy ez fontos, hogy adni, alkotni, teremteni, szeretni, mert önmagában ez egy jó dolog. Tehát semmit nem várok érte. Nem szeretem azt a fajta ilyen keresztény, meg mindenféle vallási nézetet, hogy én belekerülök abba a 144 ezerbe, és ezért betartom a szabályokat is, és szeretlek téged, testvérem. Nem. És az előbb egy kicsit megindultam, nagyon nagy volt a csobogás, ezért is ide jöttünk, itt egy kicsit nyugiság van, jobban megfogalmaztam, amíg ide jöttünk, most már esik az eső is. Ugye látjuk itt a természetet, most kezd újra születni. De tudjuk azt, hogy ősszel elalszik. És ez így megy évmillió óta, vagy talán sokkal több ideje, itt a Földön. De amikor az embereken látom ugyanezt, és nem tudom hidegen szemlélni, hogy ez a törvényszerűség, hogy a mag a Földbe kerül, a te elrohad, majd újra születik, amikor azt látom, hogy ez most a valóságban, mint egy balesetnél, most ez már nem elmélet, aztán most sok-sok embert elveszítettem az elmúlt években. Sok-sok ismerőst is, rokont is. Temetéseket vezettem. Megtiszteltetés volt, hogy olyan emberek, akik meghaltak, az utolsó kívánságuk az volt, hogy én temessem el őket. Mert hogy ő volt egyszer egy nagyon szép temetésen, és ott olyan szépen beszélt az a valaki. Tehát mindenféleképpen az elmúlással dolgom van, és nekem ez az év azért olyan egyrészt gyönyörű is, és azért olyan szomorú is, szenvedtetős, mert most itt már ez most már nem egy ilyen akciófilm, itt most valóságban éljük meg mindannyian a mindennapokban. Asszonyunk, Szűz Mária, Jézusunk szent anyja, imádkozzál érettünk. Isten fiaiért és lányaiért most. Felemelkedésünk óráján. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, öreg Istenünk van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Szkíták hercege, világ világossága, magyarok Isten. Izzó turul Jézus. Kisboldog asszonyunk, Szűz Mária, Gaia, Tara, Terra, Eva, Ukkó, Inanna, Anahita, nagyboldog asszonyunk szentséges magzata. Jézus Urunk, Szent Anyja, imádkozzál érettünk, Isten fiaiért és lányaiért, most, felemelkedésünk óráján. Én tudatosan úgy éltem meg ezt a nehéz évet, nem tudjuk, hogy meddig tart még, remélem, hogy hamarosan vége, hogy élni és élni hagyni. Tehát, hogy engedni a másikat, amikor ő azt mondja, hogy én most lepihenek, akkor nem pihenj. Most nem takarítok, akkor nem takar. Nem szerelmeskedek, akkor nem szerelmeskedek. A gyerektől csak olyat elvárni, amit magamtól is ugye betartok, és amit ő elvárhat tőlem. Az én alap gyógyításom, tehát mint gyógyító, vagy segítő, akkor inkább így mondom, az, hogy én kitárulkozom az ember előtt, és nem játszom a nagy gurut, meg a nagy mágust, nem mondom, hogy mind reggeltől estig meditálok, meg szentfazék vagyok, hanem elmondom, hogy én egy ugyanolyan húsvér ember vagyok, mint te testvérem, de én, nekem most nincs ez a problémám, neked van ez a problémád. Amikor nekem ilyen problémám volt, akkor én úgy oldottam meg, hogy... És elmondok egy példázatot az én életemből, nem egy Müller Péter könyvből olvasva, vagy Szepes Mária könyvben, vagy bárkitől, és ezzel nem őket bántom, hanem
Sok-sok katolikus pappal is beszélgettem már, és nekik is elmondtam, hogy hogy a fenébe van, kedves kollega, az, hogy te a tanácsot tudsz adni gyereknevelésben. Hogy nem volt gyereked. Vagy szexualitásban, hogyha nem volt kapcsolatod. Vagy házasságban, ha hozzám olyan ember vagy pár jött, mondjuk dobot készíteni, akik harcoltak is. Nekik el kell mondani ezt, hogy nem tudják, hogy ez egy természetes folyamat. Hogy változik a személyiség ez alatt, ugye karmaváltásnak hívják az ázsiai kultúrában. És ugye, én ezt megéltem az én volt párommal. És nagyon nehéz volt ezt megtanulni. Hogy a fenébe van az, hogyha ez nem lett volna, hogy tudnék embereknek tanácsot adni? Hogy kell elengedni? Szeretettel, tisztelettel? Hogy ne legyenek görcsösek? De mondom, a legfontosabb ez, hogy csak olyat várjak el a szeretteimtől, amit mondjuk magamtól. Tehát ez az alap, tehát ettől nem tudom egyszerűbbé fogalmazni. Tedd a fáradt feje fölé a koronát, a legszentebb helyet, az aranyasszonyok menyasszonyi fejdíszét, fejjel kifejezed, hogy ő a te királylányod. Végtelenig érő ez a korona, boldog szabadságot mindenkori aranyasszonyok próbálja valikám, égi anyásznak, földi helytartóinak fejdísze volt. Csak lobogó lángot kifejezed vele, hogy ő a te királylányod. Add tovább a koronán. Szívet adj szívemért, s nincs több te meg én. Helyezd a párod feje fölé az aranyasszonyok menyasszonyi fejdíszét. Van-e valami olyan napi gyakorlatod, amivel te a testlélek szellem szinten tudsz hatni a saját közérzetedre, illetve a családodra, de elsősorban a sajátodra? Ha csak például azt nézem, hogy rengeteg támadást kapok a családom, vagy bántást, ha azt nézem, azáltal, hogy azoknak nem tetsző dolgot mondok mondjuk egy filmemben, akik máshogy gondolkodnak, arra megfelelő védelmi imádkozással, védelmi dolgokat szoktam alkalmazni. Ha más kell kezelnem, akkor azt vagy talpmasszázssal, vagy kézrátétellel, vagy öleléssel, vagy masszírozással, erős, energikus masszírozással, vagy finom masszírozással, imádkozással. Tehát azt mondom, amikor gyógyítok, vagy magamat is gyógyítom, mondjuk fáj valamim, hogy gyógyulsz. Gyógyulsz. Nem majd, nem holnap, nem egyszer. Nem azt mondom, hogy kérlek szépen, drága Istenem, én nem is vagyok tulajdonképpen, csak úgy itt vagyok, de nem is azért, de legyen neki úgy, ahogy neki ő, akkor én miért vagyok? Nem. Az én mesterem azt tanította, hogy megparancsolja a betegségnek, hogy menjen ki abból az emberből, ha aznak elég erős a hite, ha ő arra érett, ha ő arra kész van. Kozmosz, anyja, atya, egy élő Isten, hívlak téged. Hívlak téged szerelemben, szeretetben. Hívlak téged magamba. Légy általam ható erő, hogy a sötétséget és a tudatlanságot feloldhassam magamban. Nagy Magyarországon és a világban. Minden este úgy fekszem le, hogy előtte végig imádkozom a családtagokat, az ő szentségeket, megköszönöm nekik azt, hogy élünk, hogy vagyunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy megköszönhetem, azt is megköszönöm. Amikor reggel felkelek, hát az általában egész késő éjszaka szokott lenni, amikor reggel felkelek, akkor pedig oda megyek az én szentségeimhez. Mindenkit végig szólítok, és mindenkinek azt mondom, hogy köszönöm. Nem azt mondom, hogy jó lenne, ha holnap lenne kenyér, de az is jó lenne, ha lenne, de mindig van. És ezeket én megcsinálom, és amikor jönnek a gyerekek, ott vannak a fotóik, a hűtőn, és ott állok a konyhába, a gatyába,
ők nem nézik azt, hogy most mibe vagy, be vagy-e öltözve, függönyanyagba meg, így áll fel az orra a cipődnek. Nem, azt nézi, hogy te ott az az egyszár gatyás ember, de mi van? Nekem van egy speciális jóga, hefi jóga, úgy hívom. Etka anyuhoz hasonlóan egy speciális hatha és tibeti jóga elemekből álló, és egy ilyen önmegszeretgetéses. Vannak ezek a ilyen gyakorlatok, meg van a felteszem a lábamat, meg beülök a két. Tehát elkezdem a talpamat masszírozni, és elkezdek üzenni a kérdezni, hogy hogy vagytok a sejtjeimnek. Hol van baj? Mert érzem, mert megtanultam valamennyire a talpmasszást, és érzem, hogy most itt recseg, nem recseg, és küldöm, kérdezem, hogy itt vagyok én, itt vagyok az a valaki, aki a léleknek a hangja, és ő üzenik a gyár dolgozóinak, a főnökség, hogy na mi van, meséljetek, hogy vagytok? Mire van szükség? Hova kell egy kicsit szeretetet küldeni meg? Ugyanígy ráteszem a kezemet, hogyha túl idegesítettem magam, vagy túl fárasztottam magam, mert én aztán nagyon túl tudom magam fárasztani, akár három éjszakát sem alszom, akkor a szívemet szeretgetem meg. Hogyha másik szervemet, akkor a másikat is végig, és erre fél óra, egy órát, ha rászánok, ugye jógaforgástól kezdve mindent csinálok, akkor utána egyszerűen felkelek is, olyan, mint hogyha kialudtam volna magam. Héjana, 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 héja. Héjana, 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 héja. Haragudhattam volna magamra, hogy elhozom a kamerát, és nem hozok bele kártyát. És most azért a te kameráddal rögzítem, de én azt gondolom, hogy itt a lélek fontossága az, hogy az üzenet átmenjen, a mikroport az enyém, tehát hogy így tökéletesen kiegészíti a kettő együtt, egymást, ezekkel a dolgokba, és nem, tehát én megmondtam neked, hogy ez a helyzet, nem játszottam meg, hogy hát inkább nem akarom most ezt az interjút, hanem megmondtam, hogy ez a helyzet, ez van, és most így megoldottuk. Most pontosan azt is előre vetítetted, amit még szerettem volna mondani, no. hogy mivel foglalkozom. Azzal foglalkozom, bocsánat, hogy az elmúlt évtizedekben elkövetett hibáimat jóvá tegyem. Mondjuk emberi kapcsolatok terén. Tehát mindannyian az egységről beszéltünk, de ugye mindenkinek mindenkiről megvan, volt a véleménye. És most már odáig eljutottunk, annyira be vagyunk szorítva a sarokba, hogy most ugye apámnak volt egy ilyen mondása, hogy hozott anyagból dolgozunk, fiam. Tehát, hogy tudomásul kell venni azt, hogy nekünk, és hagyd ne soroljam végig, mert akkor megsértődik, akit nem sorolok végig, vagy lehet, hogy azért sértődik meg, mert őt is belesorolom. A világ végéig nem mondhatom azt, hogy én külön vagyok, én nem olyan vagyok, mint ő. Szembe kell nézni az embernek a szüleivel, szembe kell nézni a testével, tehát mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hozott anyag van,
akinek szerencséje van, hogy egy gyönyörű felesége van, mint nekem, az előző is gyönyörű volt, a mostani is, annak büszkének kell lenni, akinek meg nagyon jól főz a felesége, de egy kicsit már mondjuk megvan asszonyosodva, akkor meg azt kell mondani, hogy asszonyosodott a feleségem is, hogy gyönyörűen főz. És nem a hibákat kell nézni, mert közben meg hullunk, mint a legyek, tehát esnek ki az emberek, és nekünk, akik úttörők vagyunk, úgy gondolom, meg akik bátorság is kell ehhez azért, bátorság kell azért 100 000 ember előtt kijelenteni bármit, bárkiről, mert nagyot lehet ám égni, meg bukni, meg ugye el is jöhet a fekete autó is, de legalább mi egymást, tehát mi, nehéz nekem most a kamerába is, meg a te szemedbe is nézni. Nem baj, úgyis a lélek fontosság, az ember megérzi, hogy mi igaz, én azt gondolom megérzi, ami igaz, és belőled igazság árad, úgyhogy ennyi, tehát... Szívből mondom. Így van, ez a lényeg, ennyi. Ennyit, ezt gondolom, hogy most már csak az egészen pici kis dolog kell, hogy megöleljük egymást, és elfogadjuk azt, hogy mi vagyunk. Nem fognak küldeni az astarkapitányék, desszantosok, izéket. Lehet, hogy tényleg igaza lesz a jóslatoknak is húsvét hétfőn. Valóban megjelenik a csillagközi flotta, de ha nem, nekünk ugyanúgy készen kell állni a mindennapos küzdelemre, hogyha még 3 évig tart, akkor is. Nekem a nagyapám mesélt erről a háborúról, mert ugye ő neki roncsolt volt a lába, nem vitték el katonának, meg a jóga mesterem, neki szintén roncsolt volt szeme, felrobbant a kezébe egy Kriki Józsi bácsi. Hogy miket álltak ki 4-3 évig, egyszer jöttek az oroszok, nem, egyszer jöttek a németek, aztán visszaszaladtak, mert aztán mindent aztán jöttek az oroszok, vagy megint hazamentek az oroszok. És mindent szétromboltak, mindent lebombáztak. Most még itt nem tartunk. Most még egyszerűen csak a lelkekkel van probléma, a tudattal, de akkor még az épületekkel nem volt egyáltalán kaja. Mondják sokan, hogy lehet, hogy most se lesz. Lehet. Itt van az erdő, itt van a patak, ott vannak a lehetőségek, lehet ültetni. Én nem mondom ezt, hogy ezzel megoldás, de azért most nem olyan nagyon rossz a helyzet, mint mondjuk egy második világháborúban, ahol valóban 3-4 éven keresztül letaroltak mindenkit, megerőszakoltak, elvittek katonának, jött a betegség, járvány. Az nagyon fontos, hogy mi találjunk már úgy a lelki békünkre, meg ezekre a dolgokra, hogy ne kelljen, tehát hogy ne kelljen ezt megtapasztalni, mert rá fog vezetni a Jóisten erre, ezekre a dolgokra, és hogyha ez így van, akkor már előtte próbáljunk már megmutatni, megláttatni azt a csodát, ami bennünk van, aki körülvesz bennünket, amit mondtam, hogy kicsoda, egy csodálatos természetben vagyunk, kicsoda, micsoda vesz körbe minket, és te is egy csoda vagy, és köszönöm szépen ebbe a dologba. Én köszönöm. És köszönöm szépen azt a... Szeretet. Szeretet. Fénymag erő, élettudó, fénygyermek. Tavasz, szél, tavaszi szél, vizet árasztó szellő, szélvihar, tomboló tornádó, hurikán. Lebontó és éltető, tápláló, szabadon tevő alkotó, leszületett isteni test, isteni létező, csillagkapu nyitogató, csillagajtó kitáró, most veled vagyok. Most te vagyok. Szeretet hozó, értelem is lélektanító, tudó, szabályozó, teremtő, hitalkotó, megszülő, Isten fia izzó, szeretetet hozó, fényes isteni szeretet élő,
tanító, minta adó, mozgást hozó, megváltó, csillagkapó, csillaggyermek, létezés mestere, Isten gyermeke, fény fia, atyám fia, levegő ereje, létezés mestere, veled vagyok, benned vagyok, bennem vagy, és én kiáradok, én most te vagyok. Lebegek és szárnyalok, könnyű, de erős vagyok, meg nem állhatok. Most a levegő elem vagyok. Hamarosan egyé válok az apával, a tűzzel, a fénnyel, az értelemmel. Héjahó, 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 héjahó.